Ilyen jó minőségű, sima felületű aszfalton közlekedhetnek a jövőben a helyiek és a településen áthaladók Bökönyben. A 4901-es út Téglástól Balkányig 14 kilométeres hosszúságban újult meg. A vármegye határ szélén lévő településen nagy az átmenő forgalom, miután a környékről Téglásra, Debrecenbe és Nagykáló irányába is sokan járnak dolgozni, ezért is volt fontos ennek a szakasznak az újraaszfaltozása. Piskolci Géza, Bököny polgármestere az átadó ünnepségen azt mondta, ennek a fejlesztésnek is nagy szerepe van abban, hogy a településen élők közül is egyre többen vállalnak munkát a közelben működő vállalatoknál. Mikor megkezdtem ezt a ciklust, 404 közmunkásunk volt. És akkor különböző fórumokat szerveztünk itt a művelődési házban a munkanélkülieknek, és akkor különböző vállalatoknak a menedzserét hoztuk el ide, és akkor ez az 404 közmunkásból mára csak 113 lett. Vagyis meg a negyedére csökkent szinte a munkanélküliek száma, annyiból van itt közmunkás, annyival foglalkozunk ma. De az útnak a jelentősége nagyon nagy, hiszen az átmenő forgalom, hiszen Balkányt innen lehet megközelíteni, Geszterét, Balkány, Nagykáló, Hajdú, a Nyírgerse, a Baromfűzemet, Nyírbátort szinte erről közelítik meg. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt 5 évben több mint 6 milliárd forintot fordítottak a térségben a mellékúthálózat fejlesztésére. A politikus kifejtette, a Téglástól Balkányig tartó szakasz felújítása nem várhatott tovább. Az út állapota ugyanis annyira rossz volt, hogy körülbelül 10 perccel nőtt meg a menetidő a kátyúk kerülgetésével. Láthattuk, hogy az út szerkezete is megsérült, úgyhogy mintegy 10 perces késedelmet jelentett a megye határtól Balkányba eljutni ezen az úton. De ez a 1,5 milliárd forint megtette a jótékony hatását, most már gyorsabban és nagyobb biztonsággal juthatnak el Hajdú-Bihar megyéből Szabolcs megye ezen szakaszára, a 4-es főúttól az ide igyekvők. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, az elmúlt 3,5 évben több mint 3000 kilométer hosszúságban újultak meg mellékutak az országban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Gyopáros Alpár egyúttal azt is bejelentette, idén is megvan arra a forrás, hogy újabb 1000 kilométernyi 4 és 5 számjegyű utat korszerűsítsenek. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ilyen nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési program még nem volt Magyarország történetében, mint amit most hajtunk végre a Magyar Falu program keretében. 2019-ben kezdődött az a nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési sorozat, aminek a részesei vagyunk itt Bökönyben is, és azóta eltelt kb. 3 év alatt több mint 3000 kilométernyi mellékúthálózati szakasz sikerült már felújítanunk, és megvan a forrásunk az idei évben is arra, hogy folytatni tudjuk ezt az alprogramot is, és az idei évben is további 1000 kilométeren fogjuk folytatni a fejlesztéseket. Bököny önkormányzata szeretné tovább javítani a közlekedés biztonságát. Azt tervezik, hogy a Téglás felé vezető szakaszon kerékpárút építésére pályáznak. Erre azért van nagyon nagy szükség, mert az elmúlt években több halálos kimenetelű biciklis gázolás is történt a két település között.